Üdvözlök mindenkit, itt ülünk a Győri tanfolyamon, és velem szemben Ibolya, egy orvos, aki sok-sok-sok éven át gyermekgyógyászként dolgozott. Ibolya, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy találkoztál először a germán gyógytudománnyal? A germán gyógytudománnyal teljesen véletlenül találkoztam, de miután nincsenek véletlenek, így a föntről jövő üzenetre hallgattam, ugyanis elmentem egy olyan előadására dr. Budainak nagyon sok évvel ezelőtt, amikor még az algákról beszélt és tartott fantasztikus, mondjam azt, tudományos előadást, és az vezérelt, mert a gyermekemnek akkor refluxa volt, és úgy éreztem, hogy azok a gyógyszerek, amelyeket felírnak kollégáim, vagy akár én is régebben, ezek sok mellékhatással rendelkeznek. És akkor már Budai doktor betekintést adott nekünk egy kis szegmens erejéig a germán gyógytudományba. Ez nekem teljesen új volt, érdekfeszítő, és új kapuk, tehát már új kapukat döngetett, és azután lehetőségem nyílt arra, hogy Tatán részt vegyek első ízben a germán gyógytudomány hát konferenciáján, előadásán. Azzal találtam magam szemben, hogy a tanultakkal sokszor szembe megy karesz, azaz tehát a hozzáállásomon kellett változtatni, vagy kellene változtatni. Úgy érted, hogy az akadémikus orvoslásban tanultakkal megy szembe. Így van, így van. Tehát az angol szász orvoslás, illetve orvostudomány nagyon sok olyan dolgot tanít, amelynek nagyon jók az alapjai, de a kivitelezés, tehát a terápiás lehetőségek zsákutcába torkolnak, illetve az a sok visszatérő megbetegedés, az úgynevezett recidívák sokasodása arra enged következtetni és elgondolkodtatni valamennyünket, hogy lehet, hogy valamit másképp kellene csinálnunk. És azt látom, hogy itt vagy másodszor is. Másodszor vagyok itt, kicsit egoista vagyok, vagyis a további életem egészségének a megőrzése, és az egyetlen gyermekem jelenlegi egészségének a megőrzése véget, avagy ha valamit észrevettünk magunkon, hogy korrigálni kellene, ezt helyesen tegyük meg, nem gyógyszerekkel, nem kenőcsökkel, hanem gondolkodásunk javításával, megváltoztatásával. Kimondhatjuk azt, hogy az akadémikus orvoslás jelenlegi állapotában és a terápiák jelenlegi módszereivel bizony kívánivalókat vagy maga után is nem hoz gyógyulásokat? Persze, hát nagyon sokszor, ha egy gyermekkel elbeszélgetek, mert feldúl, tehát gondolok egy mondjuk egy kisiskolás vagy középiskolás gyermekre, és önmagán csonkítást okoz, bevagdalja, múlt heti példám, bevagdalja a bőrét, elbeszélgetek a gyermekkel, és mindenütt találok vagy a gyermekre vonatkozó, vagy az egész családjára vonatkozó olyan stressz helyzetet, szituációt, amit hát minél előbb tehát idézelbe orvosolni kellene a hammeri gyógymód szerint. Magyarán szólva jobbnak tartod a lelki konfliktus feloldását, mint a Rigotril használatát. Így van, tehát a lelki konfliktusok megoldása a napi boldogság érzet megjelenítése és átadása, hogy az a stressz, amit átélt, mielőbb az érzelmeit adj el, a lelki világából tűnjön el, és meg fog gyógyulni. Mi lenne a véleményed arról, hogyha azt hallanád, hogy a germán gyógytudomány módszereivel kapcsolatban kreditpontos orvos továbbképzés? Én nagyon örülnék.
jó sokáig szeretnék dolgozni, és én lennék az első, aki erre jelentkeznék, mert vallom, tudom, hogy ennek a gyógytudománynak nagy jövője van, és azok, akik mielőbb fogékonyak erre, hitük van, és ezt elfogadják, mert nyitottakká válnak, mert ráéreznek, hogy ez a jó gondolkodásmód az orvosok részéről is, és a gyógyulni vágyók esetében ez mindenképpen dicsérendő, és szeretném, hogy ez minél előbb megvalósuljon. Mit gondolsz, hogy ellenállásba fog ütközni egy ilyen dolog? Persze, hát Semmelweis is micsoda ellenállásba került az akkori kollégáival. Persze. Hát a begyöpösödött vélemények, és hát egy nagy biznisz, ugye ezt is tudjuk jól, hogy a gyógyszerek, kenceficék, injekciók rengeteg pénzt hoznak a gyártóknak. Tulajdonképpen a másik fél, tehát a idézőjelben gyógyító orvos vagy személyzet pénztárcája, illetve adott szférákban dolgozó csoportok pénztárcája valóban duzzad, de az nem valószínű, hogy az adott betegnek, vagy átmenetileg még kórházban gyógyulni vágyó embernek ez jót tenne. Ibolya, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a riportot, hogy vállaltad velünk, és reméljük, hogy a nap további részében is élvezni fogod a German Gyógytudomány Tanfolyamot. Köszönöm szépen a lehetőséget!